Mit tudom én, egy, egy, egy snob professzor az ülhet egyébként az ötödik kerületben, írkálhatja ir, a cikkeit, és gondolhatja azt, hogy mindenki hülye, az egész nép Csak ő nem politikus. Messziről indulok, tehát nagyot fogok menni, nem csak Magyar Péterről fogok ebben a videóban beszélni, de érdemes meghallgatni, mert a végén ki fogok lukadni hozzá. Magyar Péter elkezdte járni az országot, minden nap máshova megy. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes fejlemény, ami tényleg attól függetlenül, hogy valaki kedverje vagy sem, elgondolkoztató. És hogyha elgondolkoztató, akkor érdemes egy videó erejéig picit elmerengeni arról, hogy mi történik most. körbejárja az országot, elmegy mindenfele, ugye ilyen rendezvényeket szerveznek, és akkor az emberek kérdezhetnek is tőle, illetve egyébként ezt itt a Youtube-on közvetíti is, és akkor mint tudom, tényleg rendre összegyűl pár ezer ember, aki figyeli. Ez egyébként attól függetlenül érdekes, hogy valaki kedveli -e Magyar Pétert vagy sem, vagy egyetért vele vagy sem. Én például elég sok mindenben egyetértek, bizonyos dolgokban nem. Tehát amit mondjuk az euróról mond, meg a jogállamiságról, <laughs> hát sejtetitek, hogy, mit gondolok róla. Tehát valószínűleg ezekben a kérdésekben nem. Elég sok kérdésben persze igen. Tehát kezdjük az elején. Mint tűnődtem? A következőkön. Ha megnézitek, volt nekünk itt egy korábbi populizmusos videónk is, amiben ugye a Rosenwallon neve is előkerült, aki egy francia politológus, és tulajdonképpen ez a Rosenwallon ez azt mondja, hogy a populizmus az tulajdonképpen úgy jön létre számára, hogy van egyfajta ilyen technokratikus állami működés, ami arról szól, hogy tulajdonképpen egy esélyünk van, hogy, a, hogy jól csináljuk a dolgokat, szabad piac kell, ez kell, az kell, amaz kell, felsorol egy listát, és gyakorlatilag ezeket be kell vezetni, hogyha nem vezetjük be, az irracionális, az rossz, stb. Innentől kezdve viszont az embereknek részben ez a rendszer, ez elveszi azt a fajta, hát ilyen demokratikus Érzületét mondjuk, hogy kooperáljanak egymással, hogy megvitassanak kérdéseket, hogy valamilyen módon hassanak az állami működésre, hiszen hogyha egy csomó minden kérdés egy módon lehet csak felfogni, és tulajdonképpen fölülről megmondják neked, hogy mi az az egyetlen egy mód, hát akkor az emberek óhatatlan is azt mondják, hogy jó, hát de én ezzel nem értek egyet, és akkor így keretkezik Rózanvaron számára a populizmus. Most tekintsünk el attól, hogy ugye a mi populizmus értelmezésünk, hogy legalábbis az enyém az egész biztos, de valószínűleg az annál is az. Más. Tekintve, hogy én alapvetően a populizmus inkább egyfajta ilyen normális rendjének tartom a demokráciáknak, ami arról szól, hogy az emberek jönnek, és valamilyen módon elkezdenek politizálni és hatni a demokráciára. hogy Tulajdonképpen volt az egyik politikai erő. Ugye, most már egyre kisebb befolyással, ami szerintem sok szempontból úgy fogta fel az államot, hogy majd ő megmondja, hogy mit kell csinálni, ami nagyjából egybeesett egy ilyen neoliberális gazdaságpolitikával, bizonyos ilyen kőbevésett szabályokkal, és akkor ezzel ezt elintéztük. Ezt kell csinálni, ez a jó, ez a helyes. Oké. Okay. És aztán azon gondolkoztam, hogy részben a Fidesz is valami hasonlót csinál, csak az inverzét, a túloldalát ennek. Egy antidemokratikus antipolitikát, ez arról szól, hogy megmondja nektek a nagy kedves vezetőtök, hogy miről mit kell gondolni. Most például azt gondolja, hogy progresszív tengerben, óceánban mi sziget vagyunk, konzervatív sziget, meg nem tudom, és akkor ezt kell gondolni. Fölülről lefele megmondják. Ugye a magyar pártok is nagyon sokszor így működnek, Működnek. Az utóbbi időben én azt láttam, hogy ezek a pártok jó része így működik, van pár ember, és fölülről majd megmondja a tagságnak, hogy mit kell gondolni az életről és egyébként a Fidesz is amúgy ugye nagyjából ezt csinálja, ugye úgy van eladva, mintha ez ilyen népi populista csapat lenne, de hát nem az, hát nézzük meg, mondjuk népszavazás nem lehet, egy e, csomó kérdésben nem lehetne tartani, tulajdonképpen ezek a, az ilyen, amikor imitálnak népszavazást, ez gyakorlatilag egy ilyen végtelenül manipulált ostobáskodás, e, az információkat nem mondják meg az embereknek, e, egy csomó mindenről, Ö, ugye hát a, most tekintsünk el attól tényleg, hogy választás manipulálnak, stb. Tehát, hogy ezek nem annyira érdekesek, de hogy a, a, témánk szempontjából az viszont igen, hogy nekik is van egy listájuk, és ők azt mondják, hogy hát, hogyha te értelmes ember vagy, meg üző velünk vagy, akkor ezt így kell, mert csak ez az egyetlen egy út, és ebben a listában olyanok vannak, hogy mit tudom én, nem váltóvodásokat betiltjuk, ö, nem tudom, a, a, mit tudom én, a megvédjük a szuverenitásunkat, a, a antimigrációs pontok vannak, és mit tudom én, micsoda. És akkor ezeket lehet így mutogatni, megint csak anélkül, hogy egy civilizáltabb, értelmesebb párbeszéd következne belőlük. És azon gondolkoztam, hogy Magyar Péter tulajdonképpen ezt töri meg. Fogja magát, elmegy ugye ezekre az egyes helyekre, e, valami fajta párbeszédet megpróbál kialakítani. Én azt remélem, hogy esetleg megpróbálnak majd egy tisztességes pártszervezetet is létrehozni. Én úgy látom, hogy jelenleg lehet e, hogy mondjam, tehát ilyen jó értelemben vett populista módon kapcsolódni ehhez. Tehát amikor azt látom, hogy mondjuk hagyja, hogy kérdezzenek például ezeken az egyes eseményeken, amikor azt látom, hogy mondjuk a Discordon is lehet kérdezni tőle, mondjuk ha online, ugye az egyik ilyen online eseményen. És hát persze én azt értem, hogy ettől ment mindig is a rettegés. Hát itt ezen a csatornán sokat elmondtuk ugye annával, hogy hát igen, a magát demokratikusnak gondoló ugye ellenzéki értelmiség, az sok szempontból korábban is retteget, ugye, hogy nehogy a nép majd esetleg bevonódjon a politikába, de hogy tulajdonképpen csak így lehet demokráciát építeni. És ugye ez ellen Föl lehetne vetni azt, amit egyébként most így, ahogyan hallgattam a Lakner szeglédi beszélgetést, az egyiket ugye ott is a, a fölmerült, hogy hát igen, Azért demokráciát csak úgy lehet építeni, hogy helyi emberekkel, tehát az azért nem nagyon fog működni, én a csecgédizoninak ezt az érvét értem, hogy valaki oda megy, és, és egyszer csak ugye jólvashat Slimfit ingében elmagyarázza, hogy hát ez a kés, ez a villa, így egyetek, hát igen, hát ez azért ennek van egy ilyen borzasztó jellege. De én azt gondolom, hogy anélkül, hogy oda nem mennél, anélkül, hogy energiát ne raknál bele, később pénzt ne raknál bele, mert ebbe pénzt is kellene helyi szinten, már mint úgy értem, hogy pénzt allokálni, vagy én is utálok ilyen kifejezéseket használni, tehát hogy, hogy pénzt elkülöníteni arra, hogy. hogy bizonyos helyekre menjen, és ne csak a tanácsadóknak, másfél milliárdért, meg ilyen összegek, hanem igenis a helyi közösségek létrehozatalára menjen pénz, amiket aztán bevonz, és később az szerintem, ahogy a mondtam is, nagyon fontos lesz, hogy ezeknek meg is hallgasd a véleményét. Tehát nem csak az, hogy lemenj, körbeutaz, ilyet már láttunk egyébként, mert egyébként a Momentum is így indult, és aztán nézzük meg, hogy mi lett belőle, nem túl sok. Tehát valamilyen szinten ezt fenn is kell tartani. Fenn kell tartani azt, hogy elmenj hozzájuk, szólj hozzájuk, fenn kell tartani azt, hogy legyenek ott olyan emberek, akiket megkeresel, és fenn kell tartani azt, hogy ezek az emberek hozzá tudjanak szólni a te programodhoz. És szerintem részben azért az, hogy a Magyar Péter sikeres lesz-e vagy sem, vagy hosszú távon működik-e majd az az elképzelés, amit ő elképzel, az ettől is függ. Kettő. Itt többen fölmerítették, hogy a legutolsó beszélgetésünkön az Annával, ugye, amikor beszéltünk erről a témáról, ugye azt mondjuk, hogy hát Magyarország választási autokrácia, de hát mégis az ellenzéknek aktívabbnak kéne lenni vidéken. És hát, hogy nem gondoljuk el, hogy ez egy ilyen oximoron önellentmondás, azt mondjuk, hogy hát ö, autokrácia van, de hát aktívnak kéne lenni. Nem, nem gondoljuk. Az, hogy valami választási autokrácia, ez miről szól? Az arról szól, hogy nehezebb egyébként legyőzni a, a kormányzatot. Az arról szól, hogy mindent megtesznek, hogy ez ne következhessen be. Sokszor arról szól, hogy jogi úton nem is lehet. Az arról szól, hogy a választás átértékelődik. A választás az nem olyasfajta választás, ez mint demokratikus államokban. Sokkal inkább egyfajta szimbólum, mondjuk, tehát az ellenzék használhatja ezt a választást. És nem igaz az, hogy mondjuk az autokratákat, azokat sose zavarta volna el a nép. Tehát nézzük meg, itt van mellettünk Ukrajna, ott is volt egy hasonló szerzet, mi lett a vége, igaz az arany WC-keféjével. Tehát nem igaz az, hogy, hogy ez ne következhetne be, csak egyrészt nagyon sokszor nem választásokon következik be, másrészt pedig, hogyha választásokon következik be, akkor akkor a választásnak, mondom, a szimbolikáját használják. Az, az lehet egy ilyen protestszavazás, szavazás, amiközben felhívják a figyelmet mondjuk arra, hogy csalnak a választáson, hogy, hogy ez van, hogy az van. Tehát hogy bizonyos értelemben használják a választást. És azt gondolom, hogy ez lényeges olyan szempontból is, hogy szerintem az egy, az egy rossz következtetés, amikor azt mondjuk, hogy rettenetesen lejt a pálya, a Fidesz mindent megtesz, hogy örökre megtartsa a hatalmát, tényleg ezek a gazemberek ezer milliárdokat lopnak el, tényleg fölépítettek az állandó uszítással egy olyan vérmesen autoritár csapatot, ami valószínűleg örökre rájuk szavazna. Én nem azt mondom, hogy az összes szavazójuk ilyen, én csak azt mondom, hogy van egy egészen elképesztően markáns, kemény magja. És gyakorlatilag ö, ö, minden adott ahhoz, hogy örökre választást nyerjenek. De ez nem azt jelenti, hogy nem kéne semmit csinálni, ugyanis meggyőződésem is, ez egy kicsit ez az életfilozófia is, hiszen az ezért is csináltam a kis csatornámat, hogyha semmit nem csinálsz, abból semmi nem lesz. Tehát az a helyzet, hogy ha most fogod magad, és azt mondod, hogy hát akkor nem csinálok semmit, hát igen, el lehet menni, azt is megtudom érteni, nekem nincsen bajom azzal, valaki, ezt mondja, igen de egyéb esetben, hogyha mégis azt gondolod, hogy a rendszert valamilyen szinten meg akarod változtatni, akkor egyrészt érdemes, felfogni, hogy mi az a rendszer, másrészt pedig végig gondolni, hogy mit tehetsz. És meggyőződésem, hogy egy ilyen rendszert, ezt nem fölülről vezéreltem fogod leváltani, hanem egy ilyen rendszert egy jó értelemben vett populista módon, alulról, az emberek bevonásával tudod megváltoztatni. Ja, hogy igen, kicsit olyan, mint hogyha lából lőttek volna, és futóverseny van, és a futóverseny indul. Igen. Csak akkor azt kell kieszelni, hogy ezen a futóversenyen akkor te mit fogsz csinálni azért, vagy hogyan csinálod, hogy mégis valahogyan összejöjjön. Ja, hogy lehet, hogy nem jön össze, hogy nagyobb az esélye, hogy nem jön össze. Igen, nagyobb az esélye. Nyilvánvalóan nagyobb, nyilvánvaló, hát ilyen mennyiségű propagandával most mentem székespeírvára, gyerekek, minden tele van a hazudozásukkal. Hát most gondolj bele, ilyen összegeket költenénk arra, hogy olvas könyvet, nem? Vicc nélkül nem kell sok olvas könyvet, vagy valami bármi. Csak az, az a, a sok moslék helyett, amit ezek körbe raktak, csak annyi lenne a plakáton olvas könyvet. És köszönöm, fölmennének a könyveradások én egyébként annak örülnék, hogyha jönnének fel mások is. Hát most könyörgöm, hogyha így föl lehet jönni, akkor milyen ellenzéki pártok azok, amik nem csinálnak valami hasonlót. Tehát kedves ellenzéki pártok, ti is elkezdhettek országot járni. Ti is kampányolhatok, ti is csinálhatok valami hasonlót. És értem én azt, hogy ez még csak a kezdet, ez az első lépés, másodiknál pofára lehet esni. Oké, okay. de Tessék, elkezdeni politizálni. Ezt hívják politikának. Ő, mit tudom, én egy, egy, egy snob professzor, az ülhet egyébként, az ötödik kerületben ír, írkálhatja a cikkeit, és gondolhatja azt, hogy mindenki hülye az egész nép hülye. Csak ő nem politikus. Mondjuk meg őszintén, ő nem politikus. Ha politikus vagy, akkor valahogyan oda kell menni, valahogyan dolgozni kell azon, hogy a az üzenetedet eljuttass hozzájuk. Ha pedig nem juttatod el, akkor nem kell a politikában lenni. Oké, okay, innen folytatjuk, innen folytatjuk. Szevasztok!